Burke. The hell are you doing down here? I need the gate passcode. They need me up there. Fuck if I know. Let's go see Wade. Keressük meg. Jó. Ja, és itt a folytatás. Á, értem. You get all the fun. Probably because I'm not rocking those ugly astronaut pants. Hatch's orders. Ott vannak, nézzük csak. Alright. Get your team prepped for combat. I don't have a good feeling about all this. Kicsit elveszítettem a fonalat amúgy. Damn it. I missed the code. Mit mondottál, miss the code? Aj, nem el. Ú, baszki, kész vagyok. Burke, the hell are you doing down here? I need the gate passcode. They need me up there. Fuck if I know. Let's go see Wade. Na még egyszer. How come you get all the fun? Probably because I'm not rocking those ugly astronaut pants. Hatch's orders. Six six five. Neighbor of the beast, you know. All right. 665. 665. Előbb lassan értem ide. Na végre. Már menjünk is tovább. Hello. Brutális, ami itt van. I'm not done with you yet. Majd de hallom, hogy itt baj lesz. Alright, pick up the speed to the campus power. Last time he counted fucking way to bring the battery. There he is! Ez most mi? Istenem, bazd meg. Néha annyira tehetetlen ez a faszi, hogy az valami elképesztő. Esküszöm. Hú, gyerekek. Futok rá, hogy leverjem. Nem értem ezeket a mozgásváltásokat most már. A vége fele. Legjobb az lesz, hogyha innen szépen kiszolgatok mindent egyesével. Fejükbe is 86 darab idős kell. Ja, de már tudom mi van. Pompítják az erőmet, ja már rájöttem. Közben meg gránátodik a rohadt gyökér. Ja, igazad van Zsotya, tényleg a gép. Csak már összefolyik a kép, azt már nem veszik észre mindent. Looks like it's plugged in somewhere else. No time to lose. Jó, akkor nincs vesztegetni való, de egy rohadt gombot nyomjál már meg. Na, merre kéne menni? Van lőszer. Á, itt van-e? Szúszál van, szúszál. Yeah, this isn't good. Két idősik van egyszerre, ugye? És most ott voltam, meg itt is vagyok. Hú, bazd meg. A kvantum fizika. Jaj, ne! Hostile! Gond. Ez még jobb rész most. Lófasz nem látok. Isten. Tök jó. Miért nem engedi használni az erőmet?
Na, ezt akartam az előbb, és nem töltötte fel. Így azért mindjárt másabb a city. Ez nekem kurvára fáj. Szart nem látok. Kapd el az erősítést. Oké, próbáljuk. Gyerek, semmi, nulla. Értem, hogy ők látnak. Van, elbaszott egy izé. Van villany, yeah. Végre, van villany. Na jó. Azért menjünk már faszba. Ez se talált. Mégis itt haldoklok. Gyerünk. Ezek az aimok, ezek nagyon jók nehézségi szintre beállítva. De el kéne felejteni. Get to the library. Hát gyerekek. No time to lose. I gotta get to Will. Ezek a gyalogosok elég érdekesek. Shit. Too late. I gotta beat him to the library. Úgy megyek már, mint hazamennék. Ezen a részen voltam már korábban, azt hiszem egyszer. This is Airlift Prime. We've got the time machine core in transit. Itt a Beth. Beth, vagy mi a neve? Beth. Focus Game. Na jó, nézzük. Menjünk. HQ, we've got William Joyce in the library. Felmászunk oda, de jó. Waiting orders. Over. Got to move, Jack. Roger, keep a skeleton crew and wait for arrival of Monarch Actual. Everybody else needs to reunite at the Dry Docks Cronin Extraction Grounds. Wait for further orders there. Library is set to blow in 5 minutes. We're not getting any response from the sniper unit. Investigating the rooftops as we speak. Keep me posted. Sniper units wiped. The way he did that on his own. We need to find out who's unaccounted for. This... What was that? Might be an inside job. I think I heard Let's something. Let's start a list of who's missing. Search the area. Ott is van egy ilyen paraszt. Menj a könyvtárba. Muszáj nekem ezeket megölni? Ahogy látom, igen. Úgy van. Nagyszerű. Hallj meg.
Spammelnek, bazd meg! Spammelik a grá... Te mondtál, jössz ide! Falnak futsz! Jó van! Bazd meg ez! Kicsit fura az irányítása egyébként a játéknak, tényleg. Ja. Ez egy vígan elszalad. Várjál már a haver. Hol a dromedár? Mindig ott van, ahol nem számít rá az ember. Értem. Tati volt nála, az baszhatja olyan távolságból szerencsére. Minden esetre én is hozok egy shotit, mert ez a másik már szart nem ér. Shotiban meg azért van egy kis power. Még mindig. Na nézzük. Weapons free! Helyzet. Ez terített rendesen. Hát szemszem ez. Ez a... Ja, igen, ez a, az a fajta AI beállítás, ahol instant már rajtad van a célkereszt, ahogy felbukkansz, és megölnek bazd. Nem értem ezt. Most én is tudtam, hogy hol vagy, azt ennyi. És most megyek vissza. Anyád! Na de ennek is két lövés vagyok, az vége. De fura. Hú, messze van a pali. Az. Eldőlt, hallod? Végre. Mert kell bele egy golyó szarásig. Fuck! Will! Already gone.
Lobby. Lobby, I'm running out of time. Na, itt is harcolni kell. És ez egy nagyon szar rész. Will. Viszont kifele mellett itt harcoltam már ugye egyszer, úgyhogy itt most össze fog folyni a kettő. Meg tudom menteni, vajon? Puss már, hülye! Ez az! Zsír! Na, így azért mindjárt jobb a helyzet. Na, akkor életben maradt a tesó. Ergo, jobban meg tudják csinálni ezt az egész dolgot. Welcome back. Hey Will. Here's a present. És ugye a bőrkabátunkban benne volt még ez is. How? Oh, Jack. Will! Come on! Ja, nem néztem az időt, hallod? Miért volt idő? Nem. Abszolút. Bele voltam merülve annyira, hogy... LOL. És ha nem sikerül, akkor meghal a szálló, vagy most mi? Nem néztem, csak játszottam. Jack, listen to me. Fracture wasn't fixed in the time where you came from. So fixing it here, it's always gonna fail. People are going to die, Will. You haven't seen what happens between now and then. No, but you have. There was. What you have done has set in motion a chain of events that cannot be broken. Look, we don't know. And if it could be broken, it could jeopardize the entire world. We get one shot at this. It's too much at stake, Jack. Look, I know the stakes, okay? Then you gotta let go, Jack. Everything you have done to get to this place is necessary. Trust me. Így van, ezt pofázom az eleje óta. Vissza kell menni az elejére, aztán hello. Na, nem hiába itt a William a kvantumfizikus. This way. A trufa. What you said is true, then how did I save you? I saw you die, Will. Think, Jack. You never physically saw me die, did you? I watched the roof collapse on top of you. Creating the illusion of my death, yes, which brought you here to make sure it remained only an illusion. It's all a loop. If time is an egg, no then... egg metaphors. That doesn't make sense. Then we host to guys it. Oh, get down over here. Goddamn bloodbath in there. I need some air. Cleaners better get here quick. See a damn one, hello, hello. Now I know it's a lot to take in, but the fact that you managed to save me and yet still maintain the illusion of my death is actually further proof of my point. You shag one. The past remains intact. Stick to the plan. Nothing changes, and the Novikov self-consistency principle prevails. Oh, great. We can high five about that later. Right. I guess check out the damn one. Let's meet up with the convoy. Kövesd Will-t, azon vagyok. Okay, I'm gone. Let's go. Surprised you actually waited. It's almost like you're listening to me. Well, the last time I didn't listen to you, the fracture occurred. Consider me open to following orders. Huh. That doesn't sound like my brother. Érdekes a game. Chill idő van, jó van. És hogyha, ha linkelni akartál, az nem megy. All right, through here. Hey, we can't risk helping them. I know what happens if I don't. And it'll still happen, Jack. I meant what I said back there. Yo, and there are no exceptions.
kitartás. If we get suckered into trying to change what can't be changed, it may cost us everything. Please, Jack. Our future depends on this. Van a, az a mondás, hogy ott végződik, ahol kezdődött. You said Monarch had the countermeasure this whole time. How? Why? Paul was using it to fuel some kind of messed up survival program. Mi volt? They must have somehow repurposed it as a localized crime. Ezért beszúrhatod a Discordra és a klipek helyére, Twitch klipek. Dr. Amaral and Dr. Kim both took positions at Monarch. Now I think I understand why. I always assumed it was Beth Wilder who had the countermeasure, keeping it safe. She was the one who warned me, told me to build it. I know. You met her. Is she helping us? She was. Okay, köszi. I see. Na lássuk. Fuck, hát ezt már csináltuk egyszer. Ez megint a... az autópályaparkoló. Autópályaparkoló, na jó, látszik, hogy már késő van. Van. Itt jött a suga alatt a csajnak. 5. fejezet, 3. rész. Milyen gyorsan átugrott? PTF volt. Oké. Okay. Ezt végigjátszom addig, aztán utána Schlaffen. Annyi, hogy még a gyorsabb vodakat összevágom, azt elkezdem feltölteni így estére. Meg ma töltöm fel a izét. És az, várjál, fel van töltve, ma publikálom le még a Shadow of the Tomb Raider-nek a befejező részeit, mert ugye annak is vége lett. Úgyhogy igazság szerint végre utolérem magam, srácok. Holnapi nap ugye GTF-ózunk. Hétfőtől meg... mikor leszel majd a... mit mondtál, Démon? Majd a te játékait fognak jönni, és akkor Ricsi is kért egyet, meg még a jövő hétre szerintem bepattintok egy Primal végjátszást. Még van 11 napom a megjelenésekig. Ó, így most világos, ezzel a taxival találtunk ide. Aha. Itt a titkos gép. Hú, gyerekek. Nagyon durván el lehet veszíteni a fonalat. Ez egyébként furra olyan, mint a Visszajövőbe film. Párhuzamban mennek a dolgok. És ugye a jövőben már itt jártam, ugyanígy ezzel a beállítással, és most csináljuk meg a előzményét annak, amit a jövőben már megcsináljuk. Szóval, na, értitek. Durva. Nekem igazából mindegy. You hid the machine here. You really never used it yourself? Úgy vagyok vele, hogy... No, I didn't dare. Hogy... Not after the men came out. Démonnak mondtam, dönts el, mert ő kérte ki a gémet. És ha úgy van, akkor beletolom le, hogyha ő azt mondja, ugye.
Mert azért úgy vagyok, valaki kikérte, akkor az döntse ezt el. Nem akkor single, damn, vagy izébe szólóba. Jack, a hand? Mondjad, Klau. One more time. Aranyos vagy. Ne essünk azért túlzásokba, Klauka. He escaped into the future. Whatever happened to him? Téged szerintem. Somehow he found my machine there and used it to come back to 1999 and founded Monarch. He escaped from Monarch and became what he escaped from. Insanity. I never should have built the machine. Annak húzva itt az ipari kábelek, baszki, ezer felől. Legyen bővítés. Ezt mire mondod? Just the way I left it. Hope it still works. Yeah. All right. We'll go to the future. A little after your time of departure. Ja, az egy 7 nap zsotja. Ma kérte ki, Ricsi. Az ellenövéket. És így 7 nap elvileg a rezet. I have been curious to try this. Ja, nem baj, Démon, csak kérdezte zsotja, hogy a Dark Pictures-t a single-be vagy co-op-ba akarom-e tolni. Aztán én annyit mondtam, hogy ugye megbeszéltük, hogy mivel te kérted ki, azt te rád bízom. Mert a co-op-ba tolnám, so akkor úgy vele azzal tolom mindig, aki kikérte a játékot. Viszont nyilván, hogyha nem érsz rá, akkor single-be. Vagy mibe. It'll be a little past the point you were at when you left to save me. That's our window. When we know it can work. Before time actually ends for good. It may not be much of a window. Monarch was sure it was imminent. Like most megint visszaballagunk a múltba, elvileg, de mindennek az elejére. All they know they stole from me. You worry about your end, I worry about mine. All right, well, that works. This is amazing. All those years, I never imagined that it would be like this. Crap. Hang on, Will. Damn it. What the hell did they get punched? Incoming. Nem fog tudni jönni. Jó, okés. Forget Will, Jack. However we came to be here. Majd srácok, szerintem a Discordhoz adni fog modi hozzáférést a modik, akik itt modik nálam még a Twitch-en. You took the CFR, Jack. I took it back. I don't care how messed up you are, Paul. You're not taking it from me. I don't want it! I just want it gone. Forever. Gone? What about your survival plan? Fuck the lifeboat, Jack! We're just gonna let the clock run out on this and be done with it. Köszönöm.
Csak van nálam sörét, és már megkapják. Kapta. Most ez mi volt? Ja, hogy az időre megy, igaz? Faszom se látta. Vissza ugrálgatnak. Forget Will, Jack. However we came to be here. He's done. It's over. What's going on, Paul? You look fucked up. Even by your fucked up standards. You took the CFR, Jack. I took it back. I don't care how messed up you are, Paul. You're not taking it from me. I don't want it! I just want it gone. Forever. Gone? What about your survival plan? Fuck the lifeboat, Jack! We're just gonna let the clock run out on this and be done with. Na, próbáljuk meg még egyszer ezt, mert... Hát ez bazd meg! Nagyon tróger. Na, egy kibaszott szánalmas indikátor lenne ebben a játékban, hogy mutassa, hogy mi a fasz történik, de semmi nincs. Na jó. Forget Will, Jack! A 32 giga memóriában nem fér bele a játék. Továbbra sem. Értem ezt, bazd meg. Nekem vége egyébként egyre kevésbé jön át. Nem időbaszakodás. Meg ő is annyi történik, hogy spammelik folyamatosan ezeket a katonákat, úgy semmi más. Az a baj, hogy az én lövésem is lelassul ilyenkor, teljesen mindegy, hogy mit csinálok. Nekem ez a fura. Not good.
kell... No. Mi a fasz kell csinálni? El kell kerülni, értem Zsotye, csak... Nem tudok a falon keresztül menni sajnos. Nem tudom, ez a vége, ez megint egy elcseszett valami. Nem fér bele a 32 giga memóriába egy játék? Mi a fasz van? Ezt nem hiszem el. Komolyan. Sőt, nem is mennyi van? 64? Már nem is, ja. Nem fér bele. Nincs egyébként bajom ezekkel a katonákkal, csak amikor átmegy ilyen unrealisztikusba, egy nehézségi fokozatba, azok, hogy két tárt kell egy katonába. Én azokat nem szoktam szeretni egy játékba sem. De van rajta egy műanyag sisak azért. Hát akkor legyen, akkor menjünk picsába innen. Így is jó. Most. Hol van a pari? Most ezt kerülgetni kell tényleg, mint egy hülyének. Most really? De egyelőre nem is látom, hol van. Most már látom. Itt az volt a gond, hogy nem láttam, hol van a pali. Na így most... Jaj, de jó! Sose fogytok el, faszom. Mit csináljuk? Mi a fasz ez? Bemerésen kívül megy valami egyébként, mert... Mert ez tök jó, ez a taktikák, ezek imádom. Tipik spam. Hát gyerekek, bazd meg. Miért kell? Mire jó ez a spammelés? Én nem értem, bazd. Halálj!
Hú, gyerek. Spammel és ki nem álltam egy játékba sem. Ez ami nálam az értékes lenulláz folyamatosan. Mozgások, gyerekek! Halálomon vagy a kettő már. Kezdett kicsit egyébként ha agyhalára hasonlítani. Valami legyen már, mert ez így unalmas. Ezt nem látok szart sem. Jó játék amúgy, ez csak a véget szerintem túltolták. Ez nekem sok. Ennyire felesleges volt ezt a túlcicázni, ennyire csicsázni, vagy nem tudom mit csináltak ezzel, de jelenleg ez vége játszhatatlannak tűnik. Hazmatruha és kell bele a 5 tár. Teljesen jó. A hazmatruha egy gumiruha, csak hogy világos legyen mindenki számára. Igen, itt majdnem meghalok, csak nem tudom mibe. El van baszva ez a része. És hogyha meg meghalok, kezdjem előről, nem? Oké, hol van gyökér? Elbújik, basz meg a izé mögé, érted? Kezdek kiakadni. Eskü. Shields down. Ez szerintem ezt nagyon túltolták egyébként. Kurva jó a game, abszolút tetszik, csak ez sok. Ennyi erővel a tankot is dobáltunk volna egymásra. Egyébként majd a végén kifejtem, hogy igazából nem mi is a sok, szóval nem maga ez a katonák, hogy ennyien jöttek, meg nem ezekre kell gondolni. Meg nem az effektek, hanem majd kifejtem. Mert úgy nincsen baj a játékkal. Csak bennem vannak azok a tipikus dolgok, ami egyébként majdnem minden játékban, amiben a nehézségi szintet ezekkel határozzák meg. Jack.
nem is az, hogy túl van tovább, hanem két jellemzője van a legtöbb játéknak, ami a nehézségi szintet határozza meg, szóval, hogy azzal lövik be, amivel nem kéne. Tehát akkor elmondom most közben. Az egyik ez a, nem, amit nem szeretek egy játékban, és a spammelés, hogy ha nekem, mint játékosnak mondjuk megadatik 3 gránát, amit eladobhatok, mondjuk a, ugye ebben nincs gránát, de teszem azt, leltárban van 3 gránát, amit kidobhatok, akkor az elemi az miért spammel egy gránátot, és folyamatosan dobja, és szerintem ez kibaszott gusztustalan, egy megoldás a nehézségi szint beállításhoz. És ugye ez minden nagyon sok játékban jellemző. A másik dolog, ami felkúr minden játékban, az meg ez, hogy nem tesznek különbséget a ruházatba. Nehézségi szintben, hogy bedobják ezeket a nagyon erős izéket, kevósokat, az kurva faszom, mert azokat kell lőni sokáig, az úgy rendben van. De akkor jön egy hazmat ruhás, ami egy gumi szar ruha, és kell bele 2 tár, hát azzal nem tudok egyet érteni. Ezt lesz számítva viszont nagyon jó a játék, nagyon egyben van. Csak ez a 2 fő jellemző, amit minden egyes közébe elbasznak. Véleményem szerint nem ilyen szemszögből kéne megnehezíteni, vagy megközelíteni ők egy nehézségi szint beállításra, mint máshogy. 3 darab achievement ugrott fel. 4. Mert szerintem visszamentek, remélhetőleg. Kíváncsi leszek egyébként, mert így érdekelt az egész, hogy mi van. És ugye elvileg ezek a részek itt nem is léteznek akkor. The destruction couldn't be undone. The lives we lost were real. But we fixed it. Jack. Will. Clocks kept on ticking. Come on. Come on. I think we just saved the universe. Yeah. Where's Paul? Na most mi van? He's dead. He's gone. I don't know. It doesn't matter. Will, he was wrong about everything. Was he? Will. The countermeasure worked. Whoa. Countermeasure burned out. Ja, azt befoltozták, csak kérdés az, hogy... The Maya Joyce Field should be stable now. Mi van a többi helyen? Of course, I'll have to run a few tests to confirm. But this... Well, there's no reason to believe that the fracture isn't over. Most elvileg ebben az időségben 2 van belőlünk. One more question. Paul Serene's entire philosophy was that time is a set path, and nothing can be changed. At the time, you obviously disagreed. But after everything you've seen and done, we need to know. What do you believe now? Was he right? Or is it possible to change things? I'll come back for you. No, ez is kész.
És akkor a holnapi nap folyamán, hogy délután 2-től GTFO, én szerintem előtte már nem fogok külön bejelentkezni, mert elmegyek edzeni is. És igazából akkor nem kapkodok, hanem felkészül a kipihenve, inkább 2-től a GTFO-t toljuk a srácokkal. Jaj, Tomi, nem baj, figyelj, majd nézd vissza odat, ha gondolod. Pont most mondtam az értékelést, abszolút pozitív értékeléssel vagyok a játékról. Mert ami negatív volt, tapasztaltam, az igazából most nem. Nem fog változtatni a benyomásomon. A klipet mindenképpen megnézem, és hogyha persze. Köszi neked is, Desert, a GG-t. Úgyhogy a jövő hétre meg, amit mondtam, srácok, ezek lesznek a tervek, hogy ott van még Démonnak a két játéka, amit kért. Ricsi ma bekérte ezt a ellenvék, vagy nem tudom mi, azt is. Az egy kalandjáték, azt hiszem. Így gyorsba bele-bele néztem a YouTube-on, hogy miről szól. És jónak tűnik, nem mai játék, de jól néz ki, meg úgy jónak tűnik, úgyhogy szerintem az egy élvezetes kis kalandjáték lesz. És amit viszont én hozok, mert mint úgy én hozok, hogy ugye nem kérésre, hanem én szeretném ezt streamelni, ugye mivel a múltban volt ez a Glaunak ez a Far Cry 3-as bekérése, és mivel jön a Far Cry 6, ezért úgy döntöttem, hogy a Far Cry-okba kicsit beleállok, és a franchise-t lepörgetem, de ugye a 3-tól felfele, lefele már nem. Ami azt jelenti, hogy most majd még egy Far Cry Prime-ot fogok hozni, és ezt a jövő héten elkezdem. Az tuti biztos. És azt toljuk, aztán majd valamikor a jövőben még a Far Cry 6 megjelenéséig a 4-et. Illetve lehetséges, hogy az 5-öt is letolom. Ugye az 5 az egyszer már volt itt nálam streambe, csak YouTube-ra nem került ki VOD. És megpróbálnék egy új végjátszást csinálni legnehezebb szinten szintén. És egy kicsit összeszedettebb módon. Amit feltöltenék a YouTube-ra is, úgyhogy az is lesz. Hozzáteszem, hogy amikor azt streameltem, akkor még nem volt ekkora közösség, mint most, úgyhogy... igazából mindig mindenre várom, sok szeretettel mindenkitől, hogy eddig. A másért nem egy jó beszélgetésért, és továbbra is tartom azt, hogy nyugodtan kérdezzetek tőlem live közben is, játékkal kapcsolatban, meg igazából IRL dolgokkal kapcsolatban is nyugodtan, ami ugye belefér a tartalomba, szóval értek, mit mondok. És erre a maira visszatérve még annyit, hogy nem akarom azt, hogy bárki a másikat itt szídja valamiért, mert nem érdekel, hogyha valaki nem jön ki a másikkal, tiszteljük meg egymást annyival, hogy és sértegetek itt senki. Meg igazából én úgy érzem, hogy jobban vagyok itt mindegyikőtökkel teljesen, mert nyilván különben nem is lennétek itt. És az, hogy mondjuk a nézők között van mondjuk nézeteltérés, vagy bármi, hogy valakinek most nem tetszik a harmadik személynek a külseje, ezeket engedjük már el, légy szíves, emberek vagyunk mind. Én abba hiszek, hogy el foglak fogadni téged is, azért, mert én ilyen vagyok. Engem nem érdekel az, hogy kinek milyen a külseje. Nem érdekel az, hogy valaki sejpít, vagy pösze, nem fogok ezekkel foglalkozni, mert emberek vagyunk. Engem két dolog foglalkoztat személyiségbe. Nem érdekel a bőrszíned, nem érdekel, hogy honnan származol, hogy hol születtél. Azt fogom figyelembe venni, hogy emberként tudsz viselkedni, nem csak velem, hanem a másikkal is. Ez a legfontosabb. Ugye innentől kezdve két tényezőre pontom lesz dolgot, hogy jó vagy rossz. És nálam ez határozza meg a viselkedés formája, nem pedig a többi, mert a többi az mind abszolút diffjút emberi tulajdonság, az, hogy hol születtél, az, hogy a szemed színe milyen. Szóval próbáljuk meg elfogadni egymást, ez mindenkinek szól, főleg azoknak, akiknek ez nem megy. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, srácok. Elközben mondandómra, monológom endingére véget ért a kredit is, úgy látszik. Valakit fogunk nézni most még, akit átrédelek, mert mivel szombat van, még azért mennek szerintem a streamek bőven. Ezt akartam így a végére elmondani, mert egyébként viszont örülök, mert én úgy gondolom, hogy ez a közösség, ami nálam van, akik ti itt nálam vagytok, mint
jó emberek. És tényleg ezen kell csak csiszolni, hogy ezt a mait ezt nem értettem, hogy ez miért volt, mi volt, de egymás soha ne. És azért nem érdemes egymás szidni, ezt még hozzáteszem, mert mindenkiben van hiba, bennem is van hiba. És ez a tipik, nem látom a fától az erdőt, addig ne pofázzak másra, amíg magamnál nem tettem rendet. And very helpful. És meg kaptunk itt a végére egy videót. Yeah, well that patience is starting to wear pretty thin. Of course. Right outside. Desert, holnap mehet a Monopoly. Láttam valami monopolis játékot. Tényleg, láttam valami monopolis játékot a YouTube-on. Az valami új cucc. Ja, Tomika igazából... Igazából most nem nevezném már meg. Jött egy nézőm, aki egy másik nézőmet szitta. És nem értettem, hogy ez egyrészt hogy tartozik ide a műsorhoz, másrészt meg, hogy miért, amikor elvileg nem ismerik egymást, szóval ez most olyan, mint hogyha én valakit elkezdenék itt off-szén módon lehet úrogni, hogy már ilyen meg olyan, holott nem is ismerem, ugye személyesen nem ismerek innen senkit, vagyis pontosabban ismerek, a Gabent ismerem gyerekkorunk óta. Meg a Kerlászt is ismerem, de egyébként a többséget nyilván nem. Nekem olyan furcsák ezek a dolgok, na mindegy.